Kolibri e tarka barka kis madár. A kolibri, kolibri, kolibri színház vár. Szárnyai gondja és kapuja nyitva. Hát, szervusztok. Jó napot, jó estét mindenkinek. Eltelt 30 év. Jó magam is alapító tagok vagyok, tag vagyok. 12-en alapítottuk, mint színészek a színházat. Hát mindenképpen változtatni akartam. Már úgyis régen tervemben volt, legalábbis 1-2 éve. A kapóra jött, hogy végül is. Ugyanebben az épületben egy egészen más színházat tudunk csinálni. Itt vannak gyerekdarabok, vagy nem egészen gyerekdarabok, ifjúsági, a napszületése, János rendezte, a Novák János, tavaly nem szerepeltem, és közben ezek olyan gyorsan mentek, olyan frappánsan. János elkezdte sokat emlegetni a gyaloggalopot, hogy meg kéne azt rendezni. Hát, tudtuk a gyaloggalop, ismertük a Monty Python féle filmet, társalgóval beszélgettünk. A Tibor mennybe fog menni? Na, ez meg mit jelent, gondoltam magamba. És talán 11 valahány szerepet kaptam benne. Az összes remek epizódot. De úgy, hogy szünetben például nekem nem volt időm, akkor még dohányoztam. Például én nem tudtam elszívni egy cigarettát, mert nekem más dolgom nem volt, mint mosakodni, méghozzá nem kevesen, nem csak úgy meg lemosni, hogy mit tudom én, egy alapozót vagy akármi, hanem fülig sáros voltam, és még át is öltözni, és mit tudom én, ragasztani, szakált minden. De bánta a csuda, a fene, mert hihetetlen sikerünk volt. Kaptam a közönségtől egy Oscar-díjat. Hát amelyiként lehet kapni minden játékboltban. Kaptam tőlük ezt a kókuszt, amivel a lópata kopogását utánozta a Viri kolléganőm. De ezt nem dicsekvésből mondom, hanem valami hihetetlen kellemes emlékből. Na, 100-valahányszor játszottuk. Mindig telt házzal. És volt, aki saját bevallása szerint minden előadást látott. Aztán lehet, hogy úgy gondolták Jánosék, hogy meglovagoljuk a történetet, Artúr király legendáját, és bemutattuk a Merlin című előadást. Én játszottam Merlint, a főszereplőt, de az valahogy kevésbé okozott. Jó, jó, lejátszottuk, általában mindig jó házzal, de nem, mit tudom én, 20-25-ször ment olyasmi. Nagyon szerettem a Két Lottit, a Szerelmes festőt játszottam, aki udvarol, a Két Lotti anyukájának. És a többit egyébként mindegyiket szerettem, én nem volt olyan... Ez még most is fog menni. Pont 10 éve játsszuk. Ketten. Fiatal sráccal, a Várdi Gergővel. Én egy kivéhenes boxolót játszom, aki egy tárt osztályokban, mint én. Félreértett, kiszolgáltatott öregember, akinek
hatalmas sportolói múltja volt. Bejön egy fiatal, nagyon szemtelen kölyök hozzá, mert ő meg közmunkára van ítélve, mert valami robogó lopásba keveredett. És van közöttük egy nagyon kemény ellentét. Hát a Bagossy Laci rendezte, és nagyon szerettem. És nagyon szeretem most is. Tavasszal játsszuk minden hónapba, de 10 éve. Köszönöm, hogy elmondhattam mindezt. Lehetne még mind mit mesélni. Köszönöm, hogy elmondhattam. És Isten áldjon mindenki. Gyertek színházba. Köszönöm a figyelmet.